Sziasztok! Ez egy kis random videó. Peugeot 106 légzsák airbag problem. Légzsák hibáról egy apróság, amit tapasztaltam itt a elmúlt időszakokban. Ugyebár, mutatom, van nekünk itt egy légzsákunk, meg ott egy légzsákunk. Ugye itt van egy kormány átvezető kábel, ott meg nyilván fixen van. Illetve van benne két ülés, ülés, amin van ugye feszítő patron, biztonsági feszítő patron. Ezeket takaró műanyag hiányában itt láthatjuk. Erre megy rá két darab sárga orange csatlakozó. Csak ha esetleg valaki angolul nézi, akkor értse. This is plug for airbag. Airbag. Perfect English language. No. Kapcsoljuk be az autógyújtásra. Airbag control lámpa világít. És eltűnik. Ott a passenger légzsák kikapcsoló. Utolsó oldal légzsák kikapcsoló. Most off-on van. Így a légzsák hiba jelző elalszik, de ott jelzi, hogy ki van kapcsolva. Tehát működik a rendszer. Kapcsoljuk vissza. És ugye most is adunk egy gyújtást. Az ott eltűnik. És ugye az is. Viszont ugye szokott lenni légzsák hiba. Csináljunk egyet. Ott a hiba. Gyújtás leföllel, ez a hiba, ez törölhető. Mint ugyan azt látjuk. Tudom a másik oldalt is. Nem, mert ezt már beragasztottam. Amúgy egy pécsragasztó, és akkor oké. Ezek a kábelek, ezek amúgy itt ülés alatt futnak. És mint látjátok, nekem ilyen szikszalagos témakörrel van megoldva, mivel a másik ülések voltak bent, és innen megy odáig. Oda, és oda. Tehát így lehet törölni a légzsák hibát. Ritka, hogy a kormány átvezető kábel van megsérülve.